az ősi világ csodái. Érkeztek-e sok ezer évvel ezelőtt idegenek a földre, akik bölcsességre és technológiai praktikákra tanították őseinket? Az ortodox teóriák mellett létezik egy radikális, amely azt mondja, igen, voltak látogatóink más világokból. Erich von Däniken 30 évvel ezelőtt megjelent könyvével és az abban szereplő elképzeléseivel felrázta a tudományos életet. Most újabb bizonyítékokkal állt elő, amelyekkel ezeket a régmúltban történt találkozásokat próbálja igazolni. Egyiptomtól Törökországig, Dél-Amerikától az Antarktiszig beutazzuk a világot, bizonyítékok után kutatva, amelyek von Däniken szerint alátámasztják elméletét, miszerint nem vagyunk egyedül. Ma már a Marson kutatunk az élet jelei után. Elképzelhető, hogy mélyen a világűrben egy távoli bolygón van élet? Most saját bolygónkat próbáljuk bejárni. Vajon ránk találtak-e valakik, mielőtt mi rájuk találnánk? Üzenet a világűrből. Ősi rejtélyek új felfedezése. Közreműködik Erich von Däniken, Szersény Gyula. Házigazda Richard Kahn, Hankó Attila. Az univerzum, az örök rejtély. Az ember több ezer éve kémleli félelemmel vegyes tisztelettel az éjszakai eget. Él még ott valaki? A 20. század végére olyan bizonyítékok kerültek a birtokunkba, amelyek megerősítik eddigi feltételezéseinket. Más bolygókon is lehetett élet, például a Marson. Ez tény, volt élet a Marson. Ez az első eset, hogy olyan bizonyítékok kerültek a kezünkbe, amelyek a Földön kívüli élet lehetőségét alátámasztják. Az űrbe vezető ajtó küszöbén állunk. Milyen nagyszerű dolog ezt átélni. Olyan lehetőség, amelynél inspirálóbbat elképzelni sem lehet. Ez a lenyűgöző felfedezés fordulópont lehet az emberiség életében. De van itt még valami. A Hubble teleszkóp éles szeme bizonyítékok után kutatva áthatol a világűr mélységes sötétjén. Nem vagyunk egyedül? Új bolygókat fedezünk fel, amelyek alátámasztják azt a lehetőséget, hogy máshol is lehet élet. Én személy szerint hiszek más civilizációk létezésében, és abban, hogy rajtunk kívül is élnek lények a naprendszerben. Lehetséges, hogy ezek az élőlények előbb találtak ránk, mint mi ő rájuk? Hosszú kutatási eredményeképp Erich von Däniken hiszi, hogy újabb bizonyítékok kerültek a kezébe, melyek azt a már korábbi állítást igazolják, hogy a Földön kívüliek sok-sok évvel ezelőtt rendszeresen látogatták a Földet. Isten hozta önöket az Üzenet a világűrből című filmünkben. A rejtély folytatódik. Richard Kahn vagyok. A következő percekben két méreható, lényeges kérdést próbálunk feszegetni. Egyedül vagyunk-e az univerzumban? És ha nem, vajon voltak-e látogatóink más bolygókról? Kérem, még ne válaszoljanak. Még csak most kezdjük az utazásunkat a rejtélyek birodalmába. Teotihuacán, Mexikó. Piramisok és egyéb építmények a közel 20 négyzetkilométeres területen. Szakértők szerint az építkezés időszámításunk előtt 100 évvel kezdődött el. Mikor az asztékok körülbelül 1000 évvel később megérkeztek ide, tisztelettel és félelemmel bámulták a hatalmas romokat, és Teotihuacánt az Istenek városának nevezték el. Innen indulunk Erikkel felfedező körútunkra. Richard, most járunk körülbelül a Hold piramis közepén. Azok az emberek nevezték el Hold piramisnak, akik építették? Ebben nem lehetünk biztosak. De a 16. században élt egy szerzetes, Bernardino de Sagno, aki a helyi lakosoknál érdeklődött a Teotihuacán felől. Akik akkor azt mondták neki, hogy ez a Hold piramis, és az pedig a Nap piramis. Azok az emberek, akik ezt a hatalmas várost építették, ismerték a matematika, a csillagászat és a mérnöki tudomány minden csinyát-bínyát. Erich von Däniken azt vallja, hogy a város építőit az űrből érkező tanítómesterek avatták be a naprendszer titkaiba. Ez itt a La Avenida de los Muertas, vagyis a holtak sugárútja, amely naprendszerünket ábrázolja. Minden egyes építmény a naprendszer egy-egy bolygóját testesítik. Naprendszerünkben 9 bolygó található, melyek mindegyike a nap körülkering. A Merkur a naphoz legközelebb eső, a Plutó pedig a legtávolabbi. Teotihuacánban minden egyes épület, rom vagy sírkő
egy-egy bolygóval helyettesíthető be. Erik von Däniken hisz abban, hogy ez az épületegyüttes naprendszerünk kicsinyített modellje. A Hold piramis mögött emelkedő hegyen egy templom romjai találhatók, amelyek naprendszerünk utolsó két bolygóját testesítik meg, a Neptunuszt és a Plútót. Na, álljunk meg egy percre. Szóval azt állított, hogy a bolygók itt sorakoznak, majd annak a piramisnak a túloldalán is folytatódnak, és a Plútó az utolsó? Ahogy mondom. De hát a Plútót csak ebben az évszázadban fedezték fel. Épp ez benne a rejtély. Honnan ismerhették a Plútót? Ezért jutottam arra a következtetésre, hogy tanítómestereik lehettek az űrből. Vagyis egy pap, akit istenükként tiszteltek? Nem, én valójában egy űrlényre gondoltam. Valakire, aki egy másik bolygóról érkezett, nevezzük Földön kívülnek. Mindezt nem állítanám, ha csak ennek az egy bizonyítéknak az alapján jutottam volna az előbbi következtetésre. De az egész világ tele van hasonló nyomokkal. Egyiptom. Bolygónk egyik legősibb civilizációja. Az ókori történelmi mitológiából kiemelkednek a Föld leghíresebb építményei, amelyek egyben a legérthetetlenebbek is. A gízai fenség meghatározó építményei a piramisok. Kik építették ezeket a hatalmas építményeket? A történelmi dokumentumok a hatalmas Hufu, vagy ismertebb nevén Keopsz fáraónak és több ezer emberből álló rabszolga csapatának tulajdonítják. De Erik von Däniken hiszi, hogy azok a bizonyítékok, amiket most elénk tár, az ő ettől eltérő elméletét fogják alátámasztani. Ő ugyanis azt állítja, hogy a valódi építő a bölcs Énok volt, az apokrif tekercsekben szereplő személy. Erik von Däniken szerint Énokot a mennyei istenek figyelmeztették a közelgő hatalmas árvíz veszélyeire, amely lerombolta volna a civilizációt. Énok azért építette a piramist, hogy az ősi írásokat megmentse az árvíztől. Titkos fülkéket tervezett a hatalmas kőtömbökből összeállított építmény belsejébe. Vajon azok az istenek, akik figyelmeztették a közeledő hatalmas árvízre, Földön kívüliek voltak? Von Däniken vallja, hogy a kérdésre adandó válasz a piramis belsejében rejtőzik. A piramis belső kialakítása ugyanis valódi építészeti remekmű. A hosszú folyosó egy csodálatos nagy terembe vezet. A nagy terem mennyezetének kialakításából inkább arra lehet következtetni, hogy a hatalmas piramis nem Hufu, hanem Énok építette. Ez az úgynevezett királyok terme. Egyszerűen lenyűgöző. Ahogy önök is láthatják, a falakon nincsenek hieroglifák. Csupaszak. Ha Hufu a zsarnok építette volna a piramist, a falak tele lennének az ő dicsőségét és nagyszerűségét hirdető írásokkal. Erik von Däniken az üres falak láttán arra a következtetésre jutott, hogy a piramis nem Hufu vagy Keopsz temetkezési helyéül épült, de még ennél is tovább megy. Sokan el sem tudják képzelni, hogyan épülhetett fel ez a roppant nagy építmény. Képes volt egy ősi nép arra, hogy összegyűjtsön 2,5 millió óriási kőtömböt, hogy aztán ilyen pontosan egymásra helyezze, alig 0,1 fokkal térve el az északi tájolástól. Erik von Däniken azt állítja, hogy ezek a rejtélyek az ő elképzeléseit támasztják alá, miszerint a piramist Énok építette a Földön kívüliek, vagyis az űrből alászállt tanítók kérésére. Ha ez igaz, hol vannak azok a titkos kamrák, amelyekben elhelyezték az ősi írásokat? Csak a legmodernebb technológiai felfedezések tették lehetővé, hogy ennek a rejtélynek a nyomába eredjünk, amely oly sok éve tartja izgalomban a tudósokat és az archeológusokat. Néhány ősi írás azt állítja, hogy ezt a piramist a hatalmas árvíz előtt emelték, és hogy számtalan titkos kamrát helyeztek el benne. Lehet, hogy ez a járat az egyik ilyen titkos kamrához vezet? 1993-ban egy német mérnök, Rudolf Gantenbrink, megtervezett és megépített egy kicsi robotot, amely feltárhatta előttünk a járat titkát.
A robotot Ukuautnak nevezte el, vagyis az út megnyitójának. A pici robotot videokamerával és távvezérlővel szerelték fel. Feladata az volt, hogy végigmenjen a járaton a sötét ismeretlenbe, abban a reményben, hogy a másik végén több ezer éves ősi titkot fedez fel. Nem volt pontos elképzelésem arról, hogy vajon mi lehet a járat másik végén. Persze számítottam valamire, de nem erre. Az Upuaut közel 55 métert tett meg ebben a járatban, amelyet korábban csak egy szimbolikus nyílásnak hittek. De amikor az út végére ért, egy kőajtónál találta magát, amelyhez két részcsap illeszkedett. Erik von Däniken azt állítja, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk Enoch legendájának megoldásához. Amit a robot kamerája által készített felvételen látunk, az a kőajtó hátsó oldala. Guttenbrink szerint a kőajtót egy kötél segítségével eresztették jelenlegi helyére, és a részcsapok a kőajtó elmozdítását akadályozták meg. Vajon ez az ajtó tényleg egy titkos kamrába vezet, amelyet Enoch építtetett az űrből érkező tanítói tanácsára? Több száz olyan ősi egyiptomi írást ismerünk, amelyek arról számolnak be, hogy az istenek valamit rejtegetnek a gízai piramisokban. Mára már azt is tudjuk, hogy a hatalmas piramis belsejében rejtett kamrák vannak, és a szeizmográfos kutatások alapján azt is tudjuk, hogy a Szfinx alatt is van egy titkos kamra. Tudnunk kell, mit rejtenek ezek a titkos kamrák, hiszen a régi egyiptomi írásokban az áll, hogy ezek a titkos kamrák rendkívül fontos, sőt megdöbbentő írásokat tartalmaznak, amelyek az emberi civilizáció eredetére utalnak. Erik von Däniken azt állítja, hogy itt is egy olyan nyomra bukkantunk, amelyből arra lehet következtetni, hogy a Földet az ősi időkben meglátogatták a Földön kívüliek. Az a tudományos kutató misszió, amely az aprócska robot által felfedezett kőajtó mögötti részeket tárná fel, jelenleg az egyiptomi hatóságok engedélyére vár. Köszöntöm Önöket az Üzenet a világűrből című filmalkotói nevében. A 20. század végén már úgy tekintünk a repülés tudományára, mint természetes dologra. Olyan űrrepülő szerkezeteink haladnak előre az űrben, amelyek indulásáról és érkezéséről alig néhány ember tud. Mindez alig 100 évvel ezelőtt a Wright fivérekkel kezdődött. Vagy mégsem? A repülés sok ezer éve izgatta az emberek fantáziáját. A 20. század végén már nem csak arra vagyunk képesek, hogy körbeutazzuk a Földet, hanem arra is, hogy más bolygókra, vagy akár más naprendszerekbe is ellátogassunk. Elképzelhető-e, hogy idegen intelligenciák is osztoztak a repülésről szóló álomban, és meglátogatták a Földet saját űrrepülőjárműveiken? Ezt az illusztrációt egy az időszámításunk előtti 4. századból Indiából származó hindu írás alapján készítették. Ebben említést tesznek valamiről, ami a kutatók szerint egy hatalmas vimanász, vagyis repülőszerkezet. Jugoszláviában található egy középkori freskó a 15. századból, amelyen hasonló szerkezeteket lehet felfedezni. Ezek csak a művész fantáziájának szüleményei, vagy valóságos repülőtárgyakról készített ábrázolások? Az emberiség legrégebbi írásos emlékei, az egyiptomi piramisokban található írások, az indiai védikus szövegek és egyéb ősi írásos emlékek mind említenek olyan fejtörést okozó dolgokat, amelyek a repülés tényére utalnak. Különböző szerkezetekkel végzett valóságos, nem elképzelt űrrepüléseket. Nyomkereső expedíciónk, amely során ősi repülőkre utaló nyomokat keresünk, Dél-Mexikóba vezet. Az ősi városba Palenquébe, ahol az egész Közép-Amerikát meghatározó, csodálatos maja kultúra virágzott közel 600 éven keresztül. Ez a piramis Pakál maja uralkodó sírja, aki az időszámításunk utáni 600 körül uralkodott. Itt találhatók azok a jelek, amikből Erik von Däniken arra a következtetésre jutott, hogy a majákat meglátogatták az űrből jövő idegenek. Pakál gazdagon díszített szarkofágja páratlan bizonyítékokat tartalmaz. A fedél gyönyörűen faragott kép a halott uralkodóról. Erik von Däniken szerint a kép az uralkodót egyfajta űrjárműben ábrázolja,
Nézzük meg közelebbről. Pakál döntött helyzetben ül, úgy, mint egy asztronauta az űrkabinban. A keze, mintha egy valamilyen botkormányt markolna, szinte úgy, mint egy repülőpilótája. Az orra hozzáér egy légzőkészülékszerű valamihez. Az ülés mögötti dombormű pedig, mintha egy rakétából kiáramló lángcsóvát ábrázolna. Von Denikennel Tabasco dzsungelébe utazunk tovább, ahol olyasmit mutat nekünk, amiből arra következtett, hogy annak idején ősi asztronauták látogatták Földünket. Utazásunk során olyan nyomokat mutattam, amelyek megerősítik elméletemet, hogy a múltban Földön kívüli látogatók érkeztek a Földre. De ez még nem minden. 60 évvel ezelőtt egy hatalmas kőtömbre bukkantak Mexikóban a tabaszkói dzsungelben. Nézzék meg a saját szemükkel. Ez egy repülő alak, szerintem Földön kívüli, aki az űrből ereszkedik lefelé. A fején egy sisak van, és egy aprócska jel azt mutatja, mintha mikrofon lenne a szája előtt. Két karja lefelé lóg, miközben lábai az ég felé mutatnak. Az én olvasatomban ez a kép egy asztronautát ábrázol, aki azért jön a Földre, hogy az emberiséget megtanítsa valamire. Ha csak ez lenne az egyetlen olyan nyom, amiből arra következtethetnénk, hogy a Földet az ősi időkben olyan lények látogatták, akik ismerték a repülés tudományát, akkor akár el is vethetnénk a feltételezést, és azt mondhatnánk, hogy pusztán fantázia. De bizonyos esetekben nem felfelé, hanem lefelé kell néznünk. Nazca, Peru. Az ősi világ egyik legnagyobb rejtélye. A Földről nézve Nazca nem más, mint üres, végtelen sivatag. De a levegőből elég tárul a Nazca titka. A sivatag tulajdonképpen egy gondosan kidolgozott goblen képét mutatja, amin hatalmas figurák és vonalak futnak, több mint 160 kilométeren keresztül. A levegőből tisztán kivehetők a híres alakok, a pók, a kolibri és a majom. A repülés ismerete nélkül a szakértők el sem tudják képzelni, milyen nézőpontból tudták az ősi Nazca lakói elkészíteni ezeket a lenyűgöző és tökéletes figurákat. Abban sem értenek egyet, hogy mi lehetett a céljuk ezeknek a figuráknak. Eredetileg arra gondoltak, hogy az időszámítással vagy a csillagászattal kapcsolatosak, de igazából senki sem tudta. Az bizonyos, hogy az ősi mértékegységnél vagy méretaránynál fontosabb rejtény nyugszik Nazcában. A Nazcában rejlő valódi rejtély a vonalak eredete. Ezek a hatalmas vonalak olyanok, mint valami leszálló pálya, de futnak itt rövidebb vonalak is hosszú-hosszú kilométereken át. Az egyik vonal 24 kilométer hosszan nyúlik el a horizonton. Az óriási hegygerincet, mintha leborotválták volna, hogy kialakítsanak rajta egy lenyűgöző méretű útfelületet. A kérdés az, hogy miért? Vajon az ősi Nazca lakóinak azért volt szükségük ilyen utakra, hogy valamilyen repülőgép landolhasson rajtuk? Ez egy elképesztő rejtély. A hagyományos történelem azt állítja, hogy őseink nem tudtak repülni, vagyis nem rendelkeztek a repüléshez szükséges technológiával. Ha viszont mégis ismerték ezt a technológiát, akkor a történelem egészen alapjaiban megrendül, és a feje tetejére áll. Tehát, ha a Nazca lakói nem tudtak repülni, akkor mi haszna lehetett ennek a leszállópálya-szerű építménynek? Erik von Däniken azt állítja, hogy tudja a választ. Elmélete szerint űrrepülőgépek landoltak ezen a leszállópályán, ott hagyva nyomukat a sivatagi talajon. Amikor pedig felszálltak az égbe, az őslakók szerették volna, ha újra visszatérnek. Generációról generációra újra meg újra felújították ezeket a vonalakat valami törzsi rituálé szerint. Még akkor is, mikor az az első látogatás már régen a múltba veszett. Még egy nyom van, amiből arra következtethetünk, hogy az ősi Nazca lakók közelről találkoztak a Földön kívüliekkel. Az El Astronauta figurája több mint 3400 éve kémleli az eget.
Lehetséges, hogy ez a furcsa alak a primitív, ám barátságos társadalom üdvözlete, amellyel az idegen űrlátogatókat köszönti? Csak akkor tudjuk a perui Nazca sivatag figuráinak és vonalainak rejtélyét végleg megoldani, ha ezek a földön kívüliek egyszer valóban visszatérnek. Ha az ókorban tényleg ellátogatott a földre valamilyen repülőszerkezet, elképzelhetjük azt a félelmet, amit az akkori emberekben keltett a megjelenése. A törökországi Iri festői táján a puha vulkanikus kőzetben több száz barlang található. De a környék valódi titka a föld felszínéről nem látható. Körülbelül 2500 évvel ezelőtt valóságos városokat építettek mélyen a föld belsejében. Ezek a labirintusszerű primitív járatok vajon azért készültek, hogy a városlakóit megmentsék az űrből érkező ellenségtől? Nézd ezt a rengeteg barlangot és kamrát mindenfelé. Az egyik földbe vált város közel 43 méter mélységben nyúlik le, és legalább 18 szintje van. Ez csak az egyike a környék közel 200 föld alatti városának, amelyekben egyszerre majd 30 ezer ember kereshetett menedéket. A folyosó körülbelül 8 kilométer hosszú, és két várost kapcsol össze. A szakértők szerint többféle okból épültek ezek a föld alatti városok, több mint 2500 évvel ezelőtt. Erik von Däniken fejében szöget ütött, hogy vajon miért kerestek generációról generációra ezek az emberek menedéket a föld alatt. Elképzelhető, hogy az ellenségtől való félelem, vagy valamilyen vallási üldöztetés elől menekültek a városlakók a hegy belsejébe vált labirintusba? Miért bújtak az emberek a föld alatti kamrákba? Milyen célból épültek ezek a föld alatti városok? Az emberek elbújtak valaki vagy valami elől. Féltek valamilyen ellenség. De mindez még nem ok arra, hogy ilyet tegyenek. Hiszen bármilyen ellenség egyszerűen bejuthatott volna ide, és akkor csapdába kerülnek. Valószínű, hogy ez az ellenség nem a Földön született. Ellenség az űrből. Az angliai Stonehenge-től elkezdve számos európai, ázsiai és amerikai városban található olyan ősi építmény, amely gigantikus kőtömbökből, úgynevezett megalitokból áll. A világ egyik legérdekesebb megalitikus építménye a franciaországi Bretagne menti Carnac vidékén található. Erik von Däniken éveken át tanulmányozta ezeket a hallgatag kőoszlopokat, amelyeket a misztikus múltban állítottak fel ide. Állítása szerint ezeket a hatalmas kőtömböket nem szállíthatták ide és állíthatták fel itt primitív őseink, tanítómestereik segítsége nélkül, a tanítók pedig az űrből érkeztek. Legalább 7000 éve annak, hogy őseink sorba állították ezen a vidéken ezt a sok ezer kőtömböt. A sorok több kilométer hosszan nyúlnak el a környéken, egyenes sorok kilométereken keresztül. Úgy vonulnak, mint hatalmas katonák, akik hadoszlopban masíroznak a tenger felé. Ezek a franciaországi Carnac megalitjai. Ez itt a leghatalmasabb megalit, amit az ősi Európában el tudtak mozdítani a helyéről. Látszik rajta az emberi megmunkálás nyoma. Valaha, amikor még egészben volt, hossza elérte a 20 métert és 350 tonnát nyomott. Ha a hatalmas kőtömböket szándékosan helyezték el így 7000 évvel ezelőtt, akkor ezek a bolygó legrégebbi emberi alkotásai. De vajon tényleg az ember alkotta őket? Abban az időben őseink még vadászattal és gyűjtögetéssel foglalkoztak. Minden nap egy küzdelem volt az életben maradásért. Eszközeik primitívek voltak, és a kereket még fel sem találták. Hogy szállították ide ezt a több ezer kőtömböt, és milyen célból? A régészet nem tudja a választ, de mióta rendelkezünk a komputer technológiával, és amióta azt is tudjuk, hogyan kell repülni, talán az előbbi kérdésre is megadhatjuk a választ.
Erik von Däniken elmélete szerint ezeknek az ősi építményeknek az építői olyan kifinomult ismeretekkel rendelkeztek, mint a geometria, a háromszög számítás és a Pitagórasz tétel. Hogy lehetséges ez, ha a köveket 4000 évvel azelőtt állították itt fel, mielőtt a görögök feltalálták a geometriát? Erik von Däniken szerint a megalitok építőit valaki beavatta ezekbe a tudományokba. Állítása szerint földön kívüliek érkeztek a földre, és kódolt üzeneteket rejtettek el Karnak köveiben. Lehetséges-e, hogy az egyik ilyen üzenet szerint a kőtömbök az űr egy olyan pontjára mutatnak, ahonnan az építők érkeztek? Nem tudjuk. Egyelőre. Hogy érted azt, hogy egyelőre? Biztosan tudjuk, hogy használták a geometriát, azt is tudjuk, hogy ismerték Pitagórasz tételét. Csak azt nem tudjuk, milyen üzenetet hordoz ez az egész. Talán meg kell várnunk, hogy a földön kívüliek visszajöjjenek. Nos, te úgy gondolod, hogy visszajönnek? Megígérték, hogy visszajönnek, és mi az a 3000 éves emberiség történet a világ egészéhez képest semmiség? Megígérték, hogy visszatérnek, hát vissza is fognak térni. A földtörténeti korokból jól ismerjük azt, amikor minden megfagyott és bekövetkezett a jégkorszak. Erik von Däniken azt állítja, hogy újabb bizonyítékokkal tud szolgálni a földön kívüliek földi látogatásaira. 1531-ben rajzolta az Antarktiszról ezt a térképet Ranthus Finnerus. Pedig az Antarktisz csak 250 évvel később fedezték fel, 1773-ban. Hogyan rajzolhatta meg Ranthus Finnerus egy olyan kontinens térképét, ami akkoriban még nem is volt ismert? Itt is egy óriási rejtéllyel állunk szembe, amit a tudósok nem tudnak megmagyarázni, de amit nem lehet véletlenül beállítani. Ami még ennél is elképesztő, Finnerus nem csak hogy egy olyan kontinens rajzolt le, amelyiket még fel sem fedeztek, de azt is pontosan tudta, hogyan nézett ki a kontinens azelőtt, mielőtt beborította volna a több kilométer vastagságú jég. Márpedig ez 125 ezer évvel ezelőtt történt. Honnan tudhatta, hogy milyenek voltak a kontinens körvonalai a jégkorszak előtt? Csak az 1950-es években vált ismerté, hogy az Antarktisznak milyen a formája a jégtakaró alatt. Akkor, amikor a szeizmikus méréseket a jégtakarón áthatolva el tudták készíteni. Felmerülnek bennünk olyan alapvető kérdések, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy a régi elméleteinket újra gondoljuk. Erik von Däniken hisz abban, hogy Ranthus Finnerus térképét egy régebbi forrásanyag alapján rajzolta, amit a földön kívüliek készítettek. Csak az űrből érkező látogatók rendelkezhettek azzal az előre haladott technológiával, amellyel áthatolhattak a jégtakarón és megláthatták az alatta elterülő földet. Bár még nem tudjuk, de lehet, hogy ez a térkép a bizonyítéka annak, hogy a bolygónkat valaha az űrből idegen lények tanulmányozták. Ha a földön kívüliek adták az ember kezébe ezeket a térképeket, felmerül a kérdés, vajon milyen egyéb haladó technológiai ismeretbe avatták be még őseinket a fejlett űrutazók. Erik von Däniken állítja, hogy ezek a fentről érkező tanítók megismertették az egyiptomiakkal az elektromosság titkát több ezer évvel azelőtt, hogy azt a modern ember feltalálta volna. Ez itt Osiris temploma Abydosban, Egyiptom középső részén. Az egyik legrejtélyesebb ajándék érkezett az űrből a Földre. Az úgynevezett Jet-oszlop. Egyesek szerint ez az oszlop a termékenység vagy az örökkévalóság szimbóluma, de egyben az erő szimbóluma is. Milyen erői? Lehet, hogy az elektromosságra gondoltak? Erik szerint a Jet-oszlopot olyan elektromos szigetelőként használták, amilyen a modern elektromos vezetékek csúcsain is található. De ismerték egyáltalán az egyiptomiak az elektromosságot? Erik von Däniken elmondása szerint egy különleges fémmel bélelt edény került elő nem messze belső Egyiptomtól. Kívülről ez a pontos másolat úgy néz ki, mint egy egyszerű agyagedény. De ha von Däniken megtölti valamilyen közönséges savval, mondjuk ecettel, akkor ez a furcsa edény elektromosságot fejleszt, mint egy elem. Erik von Däniken most bizonyítékok után kutat, hogy a régi egyiptomiak vajon mire használták ezt az elektromosságot. Nyomozása során eljutott az Egyiptom déli részén található Dendura templomának alapsorába, ahol rátalált a lehetséges válaszra.
Ebben a pincében többféle kripta helyezkedett el, és az egyik kripta falán fantasztikus reliefeket találtam. Közelebbről megnézve, Deniken meglátott a reliefen valamit, ami olyan, mint egy vezeték, ami egy foglalathoz kapcsolódik. A foglalat pedig össze van kapcsolva egy izzószálszerű valamivel, az egészet pedig körbefogja egy átlátszó gömb. Lehetséges, hogy a kép egy ősi egyiptomi izzót ábrázol? Von Deniken és barátai elhatározták, hogy ezt a hipotézist laboratóriumi körülmények között tesztelik le. Elkészítettük a villanykörte mérethelyes modelljét. Vajon működik-e? Funkcionál-e? Igen, működik. Ha valóban úgy van, ahogyan ezt Erik von Deniken feltételezi, akkor a földön kívüliek hoztak világosságot az ősi Egyiptom templomaiba és sírkamráiba. Vajon ugyanezek a látogatók okoztak-e ennél kissé sötétebb eredménnyel járó dolgokat Dél-Amerika területén? Amit most fognak látni, az lehet, hogy kissé nyugtalanító lesz. Itt vagyunk a perui Ika múzeumában. Ez pedig az egyike azoknak a deformált koponyáknak, amelyek a környéken kerültek elő. Az inka és az inkák előtti törzsek kihasználták a csecsemők még formálható, puha csontjaiban rejlő lehetőségeket. A fejet két fadarab közé szorították, és bőrrel rögzítették. Azt kérdeztem magamtól, vajon miért vetették alá a különféle törzsek ilyen tortúrának saját gyermekeiket? Szerintem valaki iránti tiszteletből utánoztak valakit, hasonlítani akartak valakihez. Szerintem a fentről érkezett tanítómestereikhez. Ez itt Chichen Itza, a mexikói Yucatán félsziget dzsungelében. Több ezer évvel ezelőtt Chichen Itza a Mexikó trópusi vidékein virágzó maja kultúra egyik fontos polgári központja volt. A majákat lenyűgözte a csillagászat. Csillagvizsgálóik még ma is állnak annak bizonyságául, mennyire sóvárogtak ezután a tudás után. Vajon segítette a megismerésben a majákat egy olyan valaki vagy valami, aki sokkal többet tudott erről a tudományról, mint ők? Ahhoz, hogy a kérdésre válaszolhassunk, vizsgáljuk meg a Chichen Itza központi épületét. Ez az az épület, amely a világon minden más építménynél többet árul el megalkotásának körülményeiről. Ezt a piramist El Castillo-nak hívják. Ezt kedvenc kígyóistenük Kukulkán tiszteletére emelték. Kukulkán volt a maják egyik tanítómestere, aki az égből szállt alá. Hivatkozva von Denikenre, a legenda úgy folytatódik, hogy Kukulkán leereszkedett a földre, és megtanította a majáknak a csillagászatot és a matematikát. A piramis minden oldalán négy lépcsősor van, és minden egyes lépcsősor 91 lépcsőfokból áll. Ha a 91-et megszorozzuk 4-gyel, az éppen 364, és a tetején van a 365-dik, ami éppen egy esztendő napjainak a száma. Meglepő, hogy a maja naptár igazodik a hold és a nap változásaihoz, és éppen annyira pontos, mint a mai naptárak. Hogyan lehetséges, hogy az ősi maják abban a korban már birtokában voltak ennek az ismeretnek, amikor a keleti emberek még azt hitték, hogy a föld lapos? Másszunk fel oda, mert mutatni akarok valamit, ami igazán fantasztikus. Lehet, hogy el tudod olvasni az ősi szövegeket, de ebben az írásban az áll, hogy a lépcsőn felmenni életveszélyes. Tudod, velem utazni mindig veszélyes. Jó, én csak megpróbáltam megúszni azt a 91 lépcsőfokot. Gyere utánam! Hát ez tényleg csodálatos. Minden évben, március 21-én egy fényárnyékláncolat ereszkedik le a lépcsősoron. Nem az egészen, csak azon a sarkán, ahol Kukulkán isten alakját a kőbe vésték. A Castillót speciális módon tájolták. Sarkai a négy fő égtáj felé mutatnak. Mikor a nap a tavaszi napforduló idején süt, a fény meghatározott szögben éri a lépcsősort. Ez a jelenség minden évben sok ezer zarándokot vonz ide. Az őszi napforduló idején, vagyis szeptember 21-én,
az árnyék kígyó az ég felé emelkedik. Tudták-e, hogy ez a fényjelenség meg fog jelenni ezen a piramison? Mivel ismerték a csillagászatot, ezért az egész csak számítások kérdése volt. De ha csak számítások kérdése volt az egész, akkor 1-2 centit is tévedhettek volna, hiszen egy ilyen hatalmas építmény esetében nem lehet tévedni, mert aztán nem lehet odébb tolni. Ez így van. Szóval mindent pontosan tudtak, még mielőtt felépítették igen, volna a piramist. Igen, természetesen. Kukulkán Isten megtanította nekik a csillagászatot és a matematikát. Megmutatják nekünk, hogyan száll alá a mennyekből az emberekhez, és aztán hogyan hagyja el újra az embereket azzal az ígérettel, hogy még visszatér. Azt akarod ezzel mondani, hogy Kukulkán Isten földön kívüli volt? Igen, Kukulkán földön kívüli volt. Az az elképzelés, hogy az Isten a mennyekből száll le a földre, az összes vallásban és kultúrában elterjedt az egész világon. De vajon ezek a látogatók csak mitológiai istenségek voltak, vagy valóságos látogatók, akik idegen bolygóról érkeztek, olyan asztronauták, akik sok-sok évvel ezelőtt látogattak ide a földre? Hasonló vallásos legenda él a dél-amerikai Bolíviában. Közel 4000 méter magasságban az inkák leszármazottai Presteriónak, vagyis védőszentjüknek tisztelegnek. De több mint 1500 évvel ezelőtt őseik Tiahuanacóban a nagyistent, Viracochát imádták. Erik von Däniken állítása szerint a nagyisten, Viracocha, az égből szállt le ezekhez az emberekhez, hogy beavassa őket a csillagászat, a matematika és a földművelés tudományába. A régészeti feltárások azt igazolták, hogy Tiahuanacó időszámításunk szerint 500-ban épült. De vannak, akik azt állítják, hogy 15 ezer évvel korábban. Abban az időben a világ egyetlen részén sem volt olyan fejlett kultúra, amely egy ilyen építményt megalkothatott volna. A rejtély az, ki építette Tiahuanacót? Erik von Däniken szerint a választ az innen néhány száz méterre található Pumapunku romjai között kell keresni. Jó okom van arra, hogy azt feltételezzem, Pumapunku valaha a földön kívüliek földi bázisa volt. Itt ugyanis más világból származó furcsa technológiára bukkanunk. Lézerprecisséggel vágott építőkövek, amik úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy puzzle darabjai. Elég haladó építészeti alkotás egy ilyen primitív kultúrától. Von Däniken azt állítja, egyéb bizonyítékok is alátámasztják azt a feltételezést, miszerint ezeket az építményeket földön kívüliek segítségével építették. Ebbe a kőtömbbe tökéletes vájatot vágtak. Ilyen pontosságot manapság csak gyémánthegyű fűrésszel lehetne elérni, vagyis olyan technológiával, amit ebben a században fejlesztettek ki. Itt van tehát egy újabb rejtély, amit csak kevesen tudnának megmagyarázni. Bárki is építette a Tiahuanacót, zseniális módszert alkalmazott a kialakításánál, ahogyan a hatalmas kőtömböket egymáshoz illesztették. Bájatot mélyítettek a kőtömbök széleire, abba olvasztott fémötvözetet öntöttek, ami később megszilárdult. Erik von Däniken szerint a földön kívüliek tanították ezt az előre haladott építési módszert a környék lakóinak. Ezeket az őslakosokat lenyűgözték a különös látogatók, akiket istenként tiszteltek. A szakértők szerint Pumapunku ősi templom volt. De vajon a mitológiai istenek előtt tisztelegtek itt, vagy valóságos élőlények előtt? Ha manapság egy templomot építünk, akkor azt mondjuk, hogy az egy spirituális lény tiszteletére épül, és annak az istennek a lelke ebben a templomban él. Az én elképzelésem szerint a Viracocha nem csak egy szellemi lény, hanem bizonyos helyeken földön kívüli, akit istenekkel azonosítottak. Primitív elődeink azt hitték róluk, hogy istenek. Látták, amint ezek az idegen lények hatalmas füst és lángoszlop kíséretében eladják a földet, ezért azt hitték róluk, hogy istenek, pedig nem voltak azok. Találkoztál már életedben UFO-val? Jó kérdés. Néha az az érzésem, hogy ahol Erik von Däniken felbukkan, onnan azonnal elszaladnak. Sosem láttam még UFO-t, milyen kár. De ha mégis látnál egyet, mit csinálnál?
Először megijedték. Miért? Azért, mert furcsa lenne, érted, ugye? Nem vagyunk hozzászokva az ilyesmihez. Aztán persze megpróbálnék kommunikálni velük valamilyen nyelven, vagy telepatikus úton, és feltennék néhány kérdést nekik, vagy sok kérdést. De hadd kérdezek vissza, te hogyan reagálnál, ha hirtelen meglátnál egy UFO-t? Hát, ha elég távol lenne, akkor nem lenne baj. Azt mondanám, hű, nézzétek, mi van ott. De ha konfrontálódnék velük, vagyis közvetlen kapcsolatba kerülnénk, akkor azt gondolnám magamban, miért éppen én? Habár Erik és én sosem láttunk UFO-t vagy földön kívülit, sok ember azt állítja, hogy már találkozott velük. A mai korszerű technikával pedig még az is lehet, hogy úgy tudnánk velük kommunikálni, ahogyan ezt őseink el sem tudták volna képzelni. A 70-es években bocsájtották fel az első olyan űrhajót, amely a Jupitert is tanulmányozta. A naprendszerünk legnagyobb égitestje mellett elhaladó űrhajó tovább folytatja útját az ismeretlenben. Az űrhajó oldalára egy aranylemezt erősítettek, amelybe belevésték néhány kémiai anyag jelét, a nap és a föld elhelyezkedését a naprendszerben, valamint egy nő és egy férfi alakját. A férfi barátságos karlendítéssel üdvözli azt, aki az űrhajóval összetalálkozik, az ismeretlen bevezető történelmi jelentőségű útja során. Emlékeznek még El Astronantóra? Arra a hegyoldalába vésett figurára, amely olyan, mintha az ősi Nazca lakói földön kívüliekkel akartak volna kapcsolatba lépni. Mi 3400 évvel később még mindig az eget kémleljük, arról ábrándozva, van-e rajtunk kívül még valaki a világűrben? Filmünk elején feltettem önöknek két provokatív kérdést. Egyedül vagyunk-e az univerzumban? És ha nem, vajon ellátogattak-e a Földre valaha más bolygók élőlényei? Az elmúlt percekben a Föld ősi rejtélyeit próbáltuk megvizsgálni Erik von Däniken szemén keresztül. Tényleg ellátogattak-e a Földre a Földön kívüliek, akik bölcsességet és különleges technológiákat tanítottak őseinknek? Döntsék el önök. De a 20. század végének legújabb technológiái lehetővé teszik, hogy ne csak saját földünket vizsgáljuk, hanem az űrből érkező jeleket is, amelyekből arra lehet következtetni, hogy nem vagyunk egyedül. Filmünk most véget ér, de a kutatás, a bizonyítékok keresése Erik von Däniken és minden egetkémlelő számára tovább folytatódik. Búcsúzik önöktől, Richard Kahn. Viszontlátásra! A magyar változat a Premier International megbízásából a Sington stúdióban készült. Producer Csaba László. Forgalmazza a Premier International. Megígérték, hogy egy nap visszatérnek a Földre, tehát van egy ilyen ígéretük. Persze most azt kérdezhetik, hogy mikor, miért nem jöttek vissza ennyi éve. Minden gyerek tudja, hogy a csillagok közötti távolságok kimondhatatlanul nagyok. Ezeket a hatalmas távolságokat pedig nem lehet rövid idő alatt megtenni. Vagyis újabb néhány ezer év biztosan eltelik, mire újra eljönnek. Az utolsó látogatások körülbelül 2500-3000 évvel ezelőttre tehető, tehát még kell egy kis idő, hogy visszatérjenek. Nekünk pedig fel kell készülnünk erre a lehetőségre. Thank you.